Újbuda önkormányzata hazánk Európai Uniós csatlakozását egy egésznapos ingyenes fesztivállal ünnepelte meg május 4-én a Bikás Parkban. A tagországok kultúráját, történelmét és nevezetes találmányait interaktív szórakoztató programok során ismerhették meg a látogatók. Számos színes program és a nagy színpadi koncertek mellett a megszépülni vágyó édesanyákat Szépségsziget várta. Újbuda önkormányzatának és a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének közös szervezésében pedig az egészségsátorban szűréseken és a témával kapcsolatos edukációs programokon is részt vehettek az érdeklődők. A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete a Semmelweis Egyetemen működő egyik legnagyobb diákszervezet, melynek tagjai több mint 600 orvostanhallgatót számlálnak. Az Egyesület egyik legfontosabb küldetése a prevenció és az egészségfejlesztés. Van kettő bőrgyógyász kolléganő, akik hozták a kis dermatoszkópokat, úgyhogy ők melanoma szűrést végeznek. Ezen kívül egy ilyen mellönvizsgálat oktatói modellekkel készültünk, hogy azt megtanuljuk, illetve a heratumorra is van külön ilyen modellünk, hogy azt is ugyanúgy önvizsgálattal kell nézni. Vérnyomásméréssel készültünk még, illetve van egy újraélesztés oktatás, felnőtt és csecsemő, illetve egy Teddy Maci sarok, ami igaziból arról szól, hogy a gyerekek ne annyira féljenek a fehér köpenytől, az orvosoktól, és akkor így meg lehet műteni ezeket a macikat. Ilyen kis szerveik vannak. Kökény Mihálytól megtudtuk, hogy az Európai Unióban az úgynevezett megelőzhető halálozások száma kétszerese az uniós átlagnak. Ami azt jelenti, hogy az életmódunk egészségtelen, nem figyelünk eléggé a mozgásra, nem járunk olyan szűrővizsgálatokra sem, amelyek rendelkezésre állnak. Holott az emlőrákot, a vastagbélrákot és a méhnyakrákot szűrővizsgálatokkal igen korán, és az esetek túlnyomó részében teljesen gyógyítható állapotban lehetne megismerni. Keveset foglalkozunk az egészségünkkel. Én úgy látom és úgy gondolom, hogy Magyarországon bár van propaganda, vannak szűrőnapok, van figyelemhívás, valahogy az emberek nem figyelnek eléggé. Pedig hát annyi mindent lehetne tenni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, nem tudunk erről eleget beszélni. Egy ilyen Európa napon az, hogy az önkormányzat meghív olyan csapatokat, mint jelenleg a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének a szűrő csapatát. Ez talán itt az újbudaiakban is felkelti azt a lehetőséget, hogy hát én magam is sokat tehetek az egészségemért. A belgyógyász kardiológus nem győzi hangsúlyozni az újraélesztés fontosságát. Ez nem ördöngőség, és ha valaki összeesik a közterületen, akkor ha van a közelben olyan laikus, aki már részt vett ilyenbe, aki megtanulta az alapvető dolgokat, és nem bonyolult ez, az életeket menthet meg.